Most iskolánk zászlaja érkezik. Kérem, hogy az iskola zászló behozatala alatt álljanak fel, és csak a himnusz elhangzása után foglaljanak helyet. Thank you.
debreceni Bethlen Gábor közgazdasági szakközépiskola ballagási ünnepségén tisztelettel köszöntöm iskolánk igazgatóját, tanárainkat, diáktársainkat és megjelent vendégeinket. Kedves búcsúzó diáktársaim! A mai délután azért gyűltünk össze, hogy búcsút vegyünk tőletek. A csengő ma utoljára szólt nektek. Lezárult egy korszak az életetekben, de egyben valami új is a kezdetét vettek. Útra valóul hallgassátok meg iskolánk énekkarának előadásában Pál Dénes a Széltől is óv című dalát. Szólót énekel Hajdú Regina 12. D és Vékony Fanni 12. B osztályos tanuló, gitáron kísér Bugyó Máté 12. A és Teleki Bence 10. B osztályos tanuló. Fuvorán közleműködik Sárecki Andrea 12. C osztályos tanuló és Szekeresné Kocsis Ildikó tanárnő. Thank you.
iskolánk igazgatója, dr. Tóth László Tamásné mond ünnepi beszédet. Tehát azt kérték tőlem itt az előbb, hogy rövid legyek, úgyhogy igyekszem megfelelni a diákság elképzeléseinek. Én rövid leszek, csak majd a díjak kiosztása fog sokáig tartani, nem tehetek róla, hogy ilyen ügyesek vagytok. Na, akkor kezdjünk bele. Amikor erre a párszavas üdvözlésre készültem, kerestem a szavakat, próbáltam elkerülni az elcsépelt frázisokat a nagybetűs életről, az utolsó megmérettetésről és hasonlókról, de beláttam, ez nem igen lehetséges. Hiszen itt áll előttünk iskolánk 148 szépséges gyermeke, volt tanítványaink. Muszáj egy kis hamuba sült pogácsa mellett valamivel útnak indítani őket. Mi lehetne más ez, mint amit az anya szava búcsúzó gyermekéhez mond. Vigyázz magadra, fiam! Akkor is persze, ha lányról van szó. Járj szerencsével! Talán megfordítom. Járjatok szerencsével, és vigyázzatok magatokra. Az imént hosszú csengő szó jelezte, hogy vége a tanulásnak, az órának, az iskolának. Valamikor a Bethlen alapításának idején, vagy 160 évvel ezelőtt, a pedellus járhatta végige folyosókat, csengőt rázva figyelmeztette az oktatót és a nebulókat, hogy fejezzék be az órát. Manapság tulajdonképpen erre már szükség nincs, hisz a tanárokon ott a karóra, a diákok előtt pedig az egyébként tiltott, szuperintelligens telefon villog, vibrál, zakatol, ideje pihenni. A nebulók pedig ezt finomabban vagy direkt módon a tudtunkra is adták. Aranyos jelenetek születtek ebből. Ivett, itt vagy? Emlékszel rá? Bólintott. A mindig fáradt, elgyötört, dolgozatokkal és testnevelés órákkal megnyomorított, felelés által stresszben tartott diákok megváltásként várták a felzengő hangot. Vajon így van ez ma is? Hiszen ez Jánusz arcú ünnep, vége valaminek és kezdete az újnak. 18-19 éves, többé-kevésbé érett fiatal emberek és hölgyek lettetek a megszeppent tinikből. Jogotokban áll felnőttként viselkedni, szavazni, de vállalnotok is kell tetteitek minden következményét. Legtöbbetekre még néhány év biztos tanulás vár, csökkentett felelősséggel, de gondoljatok csak bele, Rembó már kész költői munkásságot hagyott ennyi idősen maga mögött, vagy hogy valami számotokra is ismerősebbet idézzek, Zuckerberg 19 évesen megalapította a Facebookot. Nosza, rajtatok áll, hogy találjátok meg, bontakoztassátok ki magatokat. Nem lehet mindenki zseni, mint az előbbiek. Nekik marad a hagyományos, kitaposott út. Tanulás, munka, újra tanulás, megint munka, tetszőleges számban ismételhető. Kedves szülők, nagyszülők, rokonok! Önök legféltettebb kincsüket, gyermeküket bízták ránk 4-5 évvel ezelőtt. A magam és kollégáim nevében mondhatom, úgy is bántunk velük. Nem lehet kétféle elvet vállalni szülőként és tanárként. Erre tanúm is van, igaz Éva? Sokszor beszéltünk erről, megerősítette. Mi volt a legfontosabb célunk? Hogy ők minél sikeresebb, minél boldogabb emberekké váljanak. Ehhez elsősorban következetes magatartásra, részünkről személyes példamutatásra volt szükség. Szorgalomra, fegyelemre, kitartásra. A lankadók buzdítására, a lemaradók bátorítására, a szárnyalni vágyók számára, a szárnyak edzésére. Büszkén jelenthetem, a munkát elvégeztük. A 148 diák mindegyike teljesítette az érettségire jutás követelményeit, azaz senki nem bukott meg semmiből, és az itt álló csapat átlag eredménye 4 fölötti, szerintem megérdemelnek egy nagy tapsot.
Gratulálok nektek és a mellettetek mindig ott álló tanári és szülői csapatnak. Végezetül hadd idézzem az örök klasszikus Kölcsey szavait. Nincs szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem barátainkban leltük fel az egész világot. Kedves barátaim, közös barátaink! Hadd köszönjem meg mindannyiunk nevében, elsősorban az osztályfőnökök, Szőke Tamás, Dobrosiné Lakatos Éva, dr. Dávidné Csík Andrea és Bihari Imréné munkáját. Ők tettek a legtöbbet azért, hogy ez a négy csapat most testben és lélekben felkészülve állhat itt. Köszönöm a szaktanárok lelkiismeretes tevékenységét, odaadásukat, versenyfelkészítő és tehetséggondozó munkájukat. Hiszem abban, hogy ez az évfolyam ilyen kimagasló eredményeket ért el, az ő szerepük kulcsfontosságú volt. Köszönöm az iskola minden dolgozójának, hogy a feltételeket ehhez megteremtették, a problémákat orvosolták, a hibákat javították. Köszönöm a családok, elsősorban a szülők támogatását, tevőleges segítségét, legyen szó külföldi cselekapcsolatról vagy teremfestésről. Köszönöm a türelmüket és megértésüket, hogy újra és újra bizalmat szavaztak nekünk, hogy az iskola jó hírét vitték szét a városba, a világba. Számíthattunk önökre, és önök is számíthattak ránk. Kedves búcsúzók, jó volt veletek. Visszavárunk, mint öreg diákokat, mint a Bettenesek baráti köre tagjait. És most következzenek a nap legfelemelőbb, legmagasztosabb pillanatai. A széles, betlenes közönség előtt szeretném átnyújtani az elismerést a legkiválóbbaknak. Kérem szépen, hogy akik a nevüket hallják, fáradjanak ki, jöjjenek ide hozzám egy kézfogásra, és aztán Rácz Ildikó igazgatóhelyettestől vegyék át az őket megillető jutalmakat. Kérem először énekkari munkájáért jutalmat kapó Bíró Orsolya és Vékony Fanni 12. B-osztályos tanulókat ide. Énekkari és hangszeres munkájáért Sárecki Andrea 12. C-osztályos tanulót szeretném indítani. Az iskola külföldi cselekapcsolataiban, a Comenius projektekben nagyon sok diák és nagyon sok szülő dolgozott velünk. Kérem most, hogy jöjjön ki a 12. D-ből Bodnár Vanessa, és míg ő ide ér, addig szólítom a 13. ásokat, Kabai Dórát, Pusztai Péter Róbertet, Szabó Bianka Bertát és Varga Katalint. A következő jutalmazott énekkari munkájáért és Comenius projektekben való tevékenységért együtt kap jutalmat. Várom a 12. D-s Hajdú Reginát. Nagyon sokféle érdem létezik, most egy különleges teljesítményt szeretnénk jutalmazni. Annak a tanulónak, aki a 4 év alatt egyetlen egy órát sem hiányzott az iskolából, csak gratulálni tudok mind a szorgalmához, mind kiváló egészségi állapotához, hogy semmilyen járvány nem döntötte le a rábáról, és aki emellett
Kiemelkedő közösségi munkát is végzett, őt pedig úgy hívják, hogy Csarnai Fanni, és a 12. D-be jár. Persze nem csak tanulásról szólt ez az iskola, hanem másról is. Ha Fannit megdicsértem, mert nagyon szeretett ide járni az iskolába, akkor nem lehet nem megemlékezni az esetleges ellenkező végletről is. El kell mondanom a dolog történetét, mint egy 2 hónappal ezelőtt egy ellenőrző torzóját találtam meg. Hián volt már mindenféle fedélnek. Nem volt benne egyetlen darab osztályzat sem. Viszont bele volt írva az illető neve, aki értesülvén az osztálytársaktól, hogy az ellenőrzője nálam található, 2 hónapig járt a nyakamra, hogy visszaszerezze. Köteleztem rá, hogy csak fogadó órán jelenhet meg, és én nagyon sokszor elfoglalt voltam, és ezért a kitartásáért, amiért olyan kedvesen és bájosan jött mindig az ő ellenőrzéséért, szeretném átadni neki az év legcukibb betlenes fekete báránya díjat, egyben visszajuttatnám az ellenőrzője torzóját is, és köszönöm az ötletet Topa Éva tanárnőnek, úgyhogy várom Mendler Attilát a jutalom. Lám-lám, mi mindennel lehet sikert elérni. Ehhez is tehetség kell. Az iskolai röplabda csapatban nyújtott teljesítményért szeretném megjutalmazni Szőgyényi Mónika Titanilla 13. ás tanulót. Ugyancsak a sportban ért el kiemelkedő eredményt a kézilabdázó 12. C-s Halmai Pálma. Kérem, hogy jöjjön ő is ki. Kuméniusbeli tevékenységéért és az angol nyelvben elért kiemelkedő eredményeiért szeretettel várom Krejnekker Mátét. Most pedig következzenek a tanulásban élen járók. Először szeretném azokat kiszólítani, akik jeles tanulmányi eredménnyel zárták az évet. Kérem tehát a 13. A-ból Földi Fruzsinát és Kerékgyártó Pétert. A 12. B-ből Kis Viktória Ilonát. A 12. D-ből Erdődi Nikolett, Sopronyi Dóra, Terdik Éva és Vilmányi Renáta, kérem, hogy fáradjon ki. Aki pedig ötvözte a tanulmányi és a sport sikereket, az nem más, mint Cakó Fruzsina a 13. A-ból.
Most pedig egy kis segítségre lesz szükségem, ezért felkérem Támcsó Istvánt, a Bethlen Alapítvány kuratóriumi elnökét. Volt tanítványunkat, volt tanárunkat, volt Bethlen ösztöndíjast, és az iskoláért tevő csapatnak a vezérét, a Debrecen 2-es posta vezetőjét. Kérem, hogy segítsen átadni nekem a Bethlen ösztöndíjakat. Ezt az ösztöndíjat több kategóriában írtuk ki, és minél magasabb számú a kategória, annál nagyobbak az érdemek. Úgyhogy most a harmadik kategóriának megfelelő díjjal fogjuk kezdeni. Egy különleges volt tanár egyéniség emlékére, Papp Géza emlékére alapított díjat kérem, hogy adja át István, és mondom, hogy Papp Zsuzsanna 12. B-osztályos tanulónak 4 év alatti kiemelkedő tanulmányi eredményéért és a tanulmányi versenyeken nyújtott teljesítményéért. Bethlen ösztöndíjak átadása következik. Azon végzős tanulók számára, akik átlaga 4,5 vagy 4 fölött volt, és országos versenyeken kiemelkedő eredményt értek el. Elsőként szólítom a 13. A-ból Csizmadia Mártát, jeles tanulmányi eredményért és Comenius projektekben való tevékenységért kapja a díjat. Ez egyébként egy pénzjutalom, el kell mondanom, és megkérem Mártát, hogyha tudja, mutassa már fel ezt a bizonyos laminált, nem azt, igen, ezt a laminált lapot. Évek óta hagyomány iskolánkban, hogy tanulóink az útra valót nem pénz, hanem bankkártya formájában, egy saját betlenes bankkártya formájában kapják meg, és ő már megkapta, vagy a percekben kapja meg erre a bankkártyára a pénzjutalmat. Következő díjazottunk a 12. B-s Lévai Ádám, aki kiemelkedő tanulmányi eredménye mellett nyelvvizsgákkal, versenyeredményekkel, a DEAC-ban végzett labdarúgó tevékenységével, közösségi munkájával érdemelte ki ezt a jutalmat. Ugyancsak 12. B-s tanuló következik, jeles tanulmányi eredményéért várom Suhaj Simonettát. Közben mondom, hogy az iskolai és az alapítványi díjakat egyesítettük, hogy egy gyereket csak egyszer hívjunk ki. Igazgatóhelyettes asszony adja az iskolai díjakat, István pedig az alapítványi díjakat. Várom kitűnő tanulmányi eredményéért és kitűnő közösségi munkájáért a 12. C-ből Bucsai Beatrix Zsófiát. Reméljük, hogy az érettségén hasonló szép eredményeket érnek majd el. Osztálytársát, Paljuk Zsanett Biankát is várom, szintén jeles tanulmányi eredményéért. Ezek az eredmények egyébként 4 évre vonatkoznak. Még mindig a 12. C-nél tartunk, Takács Tímea Boglárka következik. Közösségi munkájáért és tanulmányi eredményért érdemelte ki a díjat. Tanulóink sokszínű tehetségét mutatja, hogy a következő díjazott nem csak jeles tanulmányi eredménnyel, hanem ECDL vizsgával, matematika versenyeredményekkel és katasztrófa védelmi versenyeredménnyel is büszkélkedhet, ő pedig nem más, mint Olajos Dóra a 12. D-ből.
A díjak odaítélésekor igyekeztünk sorrendet tartani, és egy kiemelt harmadik helyet is, harmadik kategóriás díjazottat is szeretnék ide hívni, akiről, ha elmondom, hogy az énekkarban, a Comenius projektekben nyújtott teljesítményéért, az iskolai és városi diák önkormányzatban végzett tevékenységéért, több évig kimagasló közösségi munkájáért szólítom, akkor mindenki tudja, hogy Szatmári Petráról beszélek. És eljutottunk a legvégső, legmagasabb, az első kategóriáig, amelyet csak olyan diák érdemelhet ki, aki végig kitűnő tanuló volt, maximum 1-4-es tudtunk megengedni a 4 év folyamán, és emellett végzett még kiemelkedő tevékenységet. Szólítom tehát a 13. A-ból Földesi Lucát, aki emellett még zenekari teljesítményéért is kapja a díjat. Angol nyelvi versenyek kitűnősége, futballcsapat oszlopos tagja, Comenius projekt résztvevő, ki lehetne más, mint Litauszki Dani. Közösségi munkájáért, egyetlen jeles hián, csupa kitűnő érdemjegyéért, ECDL nyelvvizsgájáért, kiemelkedő tanulmányi eredményéért várom Mászló Bettinát. Ebben az osztályban egyébként is nehéz volt jó teljesítmény nyújtani, hiszen 2 tanítási nyelven folyt az oktatás, és nagyon sok kiváló között kellett kitűnőnek lenni, úgyhogy értékesek ezek az eredmények. Várom kitűnő angol és német felsőfokú nyelvvizsgája birtokában, az osztály gazdasági felelőseként 4 éven át tevékenykedő 13-as Mező Beatrixot. Ugyancsak végig kitűnő volt, és emellett komoly közösségi munkát végzett Mogyorós Kinga. Kitűnő tanulmányi eredményeiért, versenyeredményeiért, közösségi munkájáért, Comenius teljesítményéért és az idő pontos figyeléséért szeretném megdicsérni Nagy Ivettet. Még mindig a 13. A-ban vagyunk. Közösségi munkában kiemelkedő és végig szinte teljesen kitűnő Tóth Evelint várom. Természetesen a többi osztályban is akadt kiemelkedő teljesítmény. Nézzük, hogy kikről van szó. A 12. B-ből szeretném kihívni kitűnő tanulmányi eredményéért, illetve utolsó évben jelesért, nyelvvizsgájáért, versenyeiért és közösségi munkájáért a Bethlen ösztöndíj első kategóriáját elnyert Somogyi Ágnest.
A 12. C osztály kiválósága következik, kitűnő tanulmányi eredménnyel, ECDL nyelvvizsgával és kiemelkedő közösségi munkájával kiérdemelte az első kategória díját Kun Mária Dóra. Sokszor hallottuk sok különböző versenyen a 12. D-s Kardos Nikolett nevét, aki emellett még kitűnő tanulmányi eredménnyel is büszkélkedhet. Lassan tényleg a legek legje következik. Szeretném kihívni azt a tanulót, aki nem csak a Bethlen ösztöndíj első kategóriát érte el, aki nem csak kitűnő volt, aki nem csak számtalan matematika versenyen szerepelt eredményesen, hanem az ezévi OKTV matematikából 32. helyezést ért el, elnyerve ezzel az év matematikusa díjat, Szűcs Éva a 13-ából. A nagyobbik kupába belevéssük az évi nyertesnek a nevét, a kisebbiket viszont megtarthatja örökre emlékül. Reméljük, hogy sikerül megoldani. És hát elérkeztünk a fényponthoz, a legek leglegje. A Bethlen ösztöndíj első kategóriájának elnyerője, akinek a kedvéért a kuratórium kiemelt külön díjat alapított. Elsorolom, ha el tudom, az érdemeit. 5 éven át kitűnő tanulmányi eredmény. Felsőfokú nyelvvizsgák. Megszámlálhatatlan tanulmányi verseny magyar és angol nyelven. Földrajzból, történelemből, angolból. A Comenius programok legaktívabb közreműködője. Az iskolai rendezvények nélkülözhetetlen szereplője. Történelem OKTV második fordulóba jutott, és a francia nyelv országos megmérettetésen 24. helyezést, azaz pontszerző helyet elért Nagy Jánost. Kívánom minden tanulónknak, hogy az eddigi szép eredményeket tartsák meg, az érettségin még teljesítsék túl, középszinten és emelt szinten is. Magunknak pedig azt kívánom, hogy további, hasonló, kiváló gyerekekkel legyen dolgunk. Köszönöm, hogy meghallgattak. A Diák Önkormányzat nevében szeretnénk megköszönni Szatmári Petra 12. D és Vékony Fanni 12. B osztályos tanulónak a munkáját. A tanulók jöjjenek ki!
Kedves vendégeink, hallgassák meg Roy és Ádám az Otthon itt van című dalát iskolánk énekkarának előadásában. Szólót énekel Hajdu Regina 12. B és Vékony Pani 12. B osztályos tanuló. Gitáron kísér Bugyó Máté 12. A és Teleki Bence 10. B osztályos tanuló. Fuvolán közreműködik Sárecki Andrá 12. C osztályos tanuló és Szekeresné Kocsis Ildikó tanárnő. És nincs kötél sem, de mindig sem tévedünk. Haza jár minden emlék, haza száll. Haza vár mindent ez a laza száll. Az elköszönő osztályok képviselői foglalják össze az eltelt évekkel és a búcsúzással kapcsolatos gondolataikat. A 13. A osztályból Nagy János, a 12. B osztályból Andicskú Orsolya, a 12. C osztályból Bucsai Beatrix és a 12. D osztályból Szatmári Petra.
Mikor 4 évvel ezelőtt először beültünk a beton egyik padjába, és a termet fürkésztük érdeklődő tekintettel, mindenkiről formáltunk valamilyen véleményt. Eldöntöttük, hogy ki miért és miért nem szimpatikus. Például az a lány az első padban, aki azzal beszélgetett, akit én már kiválasztottam magamnak legjobb barátnőnek. Első pillanattól tudtam, hogy nem fogjuk egymást kedvelni. Aztán másnap beszédbe legyettünk, és mind a 4 évre pattársak lettünk. Pár nap alatt kiderült, hogy mindenki a pontos ellentéte annak, amit először leszűrtünk róla. Nem volt ez másképp tanárainkkal sem. Aki első látásra egy szigorú hajcsárnak tűnt, az bizonyult a legközvetlenebb és legkedvelhetőbb karakternek. Ki gondolta volna, hogy az, aki az esti kakaó fontosságáról szónokol, néhány évvel ezelőtt még 180 kiló vadú volt. Rossz belegondolni, hogy azok az emberek, akik eddig mindennapjaink részét képezték, ezen nekilépnek az életünkből. Vagyis pontosabban mi ballagunk el az övékéből. Ezúton is köszönjük tanárainknak, hogy felkészítettek minket az érettségre, és hogy a lehető legkedvezőbben próbálják majd értékelni azt, ugye? Hálával tartozunk szüleinknek és családjainknak is. Nem csak azért, mert nélkülük nem juthattunk volna el idáig, hanem azért is, mert elviseltek minket. Valljuk be, az érettség előtti pár hétben nem biztos, hogy a legkedvesebb arcunkat mutattuk. De ez azért van, mert a lehető legjobb eredményt akarjuk elérni. Egyrészt azért, mert nem akarunk csalódást okozni családunknak és tanárainknak. Másrészt azért, hogy elcsípjünk egy államilag finanszírozott helyet, ezzel megspórolva szüleinknek a tandíjat. Az ide vezető úton előfordult, hogy akadályok gördültek elénk. De összecsiszolódtunk. Megtanultunk együttműködni és gyorsan megoldani a felmerülő problémákat. Most pedig minden osztály szószólója mond néhány sor saját osztályközösségéről. Kedves osztályom, pedagóguskor és jelenlévők! Utolsó évünk végén illik méltó emléket állítani a mellettem álló 300 fiatalnak, akik személyiségükkel, tehetségükkel vagy kihágásaikkal maradandó nyomot hagytak a Betlen közel 160 éves történetében. Utolsó találkozásunkkor, a szalagtűzés megelőzően, a tanulmányi eredményeiben kimagasló legek osztályáról szóltam. Most úgy érzem, említést érdemel az osztályindulóvá vált Avicii nóta, a titkárságnak munkáját hátráltató elektrozene, amért utólag elnézést kérek, a köntös és fürdőpapucs összeállítás, a legcsinosabb végzőbálozó lányok, a fociban veretlen fiúgárda, a tanárok szívét meglágyító kéréseink, amik ha rossz időben és helyen hangoztak el, feleléssel végződtek néha. Hálával tartozunk mindenkinek, aki rögös utunkon elkísért, különösképpen osztályfőnökünknek, valamint szüleinknek. Kívánom a legjobbakat az érettségén, gyerekek! Isten veletek, cimborák! Tovább, tovább, 13A! A 12. B osztály az iskola azon osztályai közé tartozik, amely híres életteliségéről. Ezekben az években meg annyi élménnyel gazdagodtunk. A túlzottan jókedvű osztálykirándulások, a szalagavató, a közös bulik és meg annyi más emlék. Szeretnék köszönetet mondani Dobrosiné Lakatos Éva osztályfőnökünknek, aki utolsó osztályként bocsát ki minket, s hálásak vagyunk, hogy végigvitte ezt a 4 évet velünk. Köszönet tanárainknak, akik ezen években nagyon sok munkát fektettek abba, hogy okosabbak és többek legyünk, és nem utolsó sorban köszönet nektek, osztálytársak, felejtetetlen 4 év volt az utóbbi. Remélem a barátságok erősek maradnak, az érettségig sikeresek lesznek, és ezután is kellemes érzéssel gondolunk majd vissza iskolánkra, a Betlenre. Osztályunkban a fiúk száma meglehetősen kevés. A lányok többségéből adódóan elég gyakran előfordultak nézeteltérések, de mostanra elsajátítottuk az összetartás képességét. A másik jelentős képességünk a dolgozatok időpontjának minél későbbre halasztása. Viszont ezen tehetségünket nem mostanában kezdtük tökélyre fejleszteni, már réges-rége alkalmazzuk. Szeretnék egyszer és mindenkorra válaszolni tanáraink gyakran feltett kérdéseire. Igen, még mindig van miről beszélgetnünk. Igen, feltétlenül fontos az óra alatt megbeszélni. Nem, nincs nála puska. Nem, nem bírok ki 45 percet mosdó nélkül, és nem, nincs meg Facebookom. Drága 12. D-osztály, véget ért a móka mára, zárul Miki mókatára. Sokszor hallottuk már ezt a mondatot a matematika dolgozatok befejezésekor, azonban akkor még nem is sejtettük, hogy ez a mondat hamar ráigazzá válik,
a Betlehemben töltött éveinkre is. A fecske naptól kezdve rohanó tempóban, tartalmas kirándulásokkal, sok tanulással és millió dolgozattal együtt hamar eltelt ez a gyönyörű 4 év. Az előttünk álló megmérettetés előtt nagyon sok sikert kívánok az igazság harcosainak az érettségihez. Gondolom nem sokan tudják, de egy fordítás hiba miatt május 4-e világszerte a Star Wars filmek napja lett. Így hát búcsúzóul csak annyit szeretnék mondani, diáktársaim, május 4-én az erő legyen veletek! Most a végzősök köszönetet mondanak szüleiknek és nagyszüleiknek. Kérem a búcsúzó diákok képviselőit, hogy a tarisznyák és a virágok átadásával köszönjenek el az iskola vezetőitől.
Iskolánk zászlaja nemzedékről nemzedékre öröklődik, összetartozásunk jelképe. A végzős diákok most átadják a zászlót az itt maradóknak. Az iskola zászlót itt maradó diáktársaim nevében átvettem, a Betlen szellemiségéhez méltóan őrizzük tovább. Diákok nevében Jenei Tamara, 12. A osztályos tanuló szól a búcsúzókhoz. Köszöntök minden kedves vendéget, családtagot, barátot, tanárainkat, diáktársaimat, de leginkább a végzős diákokat, hiszen ez a mai nap rólatok szól. Hogyan lehetne elbúcsúzni ettől az évfolyamtól? Ez a 4 osztály élettel töltötte meg az épületet, minden más lesz nélkülük. Nagyon sok jót tettek az iskoláért, nem fogjuk elfelejteni őket. Minden osztálynak megvolt a saját szerepe az iskolai életben, amit nagyon jól teljesített. Ki tudná elfelejteni a sok közös élményt? Az ismerkedés első közös napjait a fecskenapon és az első savaton. Minden diák számára nagy élményt jelentettek az első közös percek. Majd az osztálykirándulások, a táncpróbák és a reggeli fáradt arcok, amelyek mind közrejátszottak abban, hogy a végzősök eljussanak idáig, hogy most itt álljanak közösen és búcsúztassuk őket. Lezáródott életetekben egy újabb szakasz. Reméljük, az iskolai évek sok jó és új dolgot nyújtott számotokra, amit az életetek több területén is tudtok majd hasznosítani. Mint minden közösségnek, itt is voltak könnyebb és nehezebb, jobb és rosszabb napjai, de úgy, mint máskor, ezeket is átvészeltétek, és csodálatos pillanatokat szerzett nektek. Ezekhez a pillanatokhoz szüleitek, családtagjaitok és barátaitok segítettek hozzá, amiért nagyon hálásak lehettek. Mondjatok köszönetet nekik, hogy a nehézségekben mellettetek álltak, és kezüket nyújtották, ha szükségetek volt rá. Ezután búcsúzzatok el tanáraitoktól, osztálytársaitoktól, és mindazoktól, akik segítséget nyújtottak abban, hogy eljussatok idáig és később még tovább. Ez a mai nap legyen számotokra ünnep, a boldogságról és a sikerről szóljon. Érezzétek magatokat jól, legyetek büszkék arra, hogy igen, ezt én csináltam végig és sikerült. Gratulálni szeretnék mindenkinek, diáktársaim és tanáraim nevében, és további sok sikert kívánok az új céljaitok eléréséhez. Néha, ha majd visszagondoltok az itt eltöltött napokra, remélem, majd elmesélitek gyermekeiteknek, hogy milyen szép volt a középiskolai élet. Még egyszer további sok sikert kívánok nektek a jövőben. A végzősök egy közös dallal köszönnek el az iskolától. Folyton, az időnk rövid, mégis.
kis lehetőség, hogy teljesül egy álom. Az erő kevés és túl sok a csapda, fegyverek nélkül indulunk harcba, és törékenyen állunk, ha jön a vihar, csak reméljük, hogy nem lesz baj. Valaki gyorsan él és bízik a sorsban, valaki lassan és sokszor meg torban. Választani kell, hogy mi is a cél, a te álmod az hol van. Egy álom kell, hogy te megmarad az életben. Itt idő múlva te az álmok törni, örökre a szívedben. Sok álom kell, hogy te megmarad a lelkedben. Az idő múlva te az álmok törni, örökre a szívedben. Álmatlan éjjelek és boldog órák, szerelmek átkosora, az mi vár rád, de te add el és mindet éld át, az idő sose sajnál. Ez ennyi emlék, minden apró lépés, megszépül majd a végre célba ész, mert benned is az álmok tengere él, s ez fiatalon tart még. Énekeljük el a szózatot. Azt követően a végzősök osztálytermeikbe vonulnak. A 13. E osztály a 114-es teremben, a 12. B a 205-ös teremben.